reggel, Tokaj, hello Bodrog keresztúr, sziasztok, üdv mindenkinek. A reggel már régen volt, de itt vagyok újra, Tokajba. És akkor egy utolsó, vagy utolsó előtti videó az újonnan megépült szakaszról, amiben nagyon bízok, hogy már most már végigjárható lesz. És aki jön Tokajba, annak jó bulizást, hiszen Tokajba a 6. Utcazene Fesztivál van. Remek idő van, szeptember 9-e. És mára ilyen 30 fokot mondanak, úgyhogy kellemes idő lesz. A múlt hét szombaton is kellemes volt, arra visszatérve, igen, körbejártuk a Tisza-tavat e-bike-kal, nagyon-nagyon feelinges volt, ajánlom mindenkinek, aki ki akarja próbálni, egy napra vegye ki és nyúzza egész nap. Egy baj van az e-bike-val, hogy elég nehezek. Tehát ilyen 23-25 kiló az nagyon nehéz egy bicajba. Ha nincsen meghajtás, akkor marad a láb munka, amivel hát sokkal nehezebb hajtani. Kipróbáltuk a Corafect-et, kb. 25 kiló volt, hát igazából 5 kilométer után már lábon bedurrant. Úgyhogy ha e-bike, akkor csak rásegítés lehet. Illetve egy kis könnyítés lehet, hogyha a váz az karbonból van, az jóval könnyebb. 20 kiló alatt van, de ezek az aluvázok, ezek borzasztó nehézek e-bike-ba. De hát akinek van valamilyen mozgásszerű problémája, idős, akár beteg, annak ajánlom, hogy mindenféle erőfeszítés nélkül körbe lehet tekerni a Tisza-tavat. Már sokan vannak most Tokajba, térünk vissza inkább Tokajra, hiszen itt van a Utcazene Fesztivál, és itt van nekünk az a fantasztikusan új kerékpáros út, amelyen most végig fogok menni. És akkor irány Bodrog keresztúr, utána pedig Tarccal körbe a hegyen, a Tokajkör végre megépült, ha nem is teljesen, de készen van az a két nagy rész, amely a hegyet körbe öleli. Hát a hátsó rész, vagy hogy mondjam, Bodrog keresztúr és Tarccal között rész az meg egy ilyen felvezetés a főúton keresztül. Oda is jól lenne egy ilyen 3-4 km-es szakasz megépülne. Még biztonságosabb lenne a kerékpározás, és ezt szerintem tartsuk szem előtt a biztonságot. Nem kell a közúton tekerni, mindentől védve itt a kerékpáros út nekünk. Elkészült. Talán még vannak kisebb javítások, de készen van. Átadás nem tudom, volt-e már, vagy lesz-e még. Valószínűleg lesz. Ha volt, akkor lemaradtam róla. Ennyi. Ez van. Ilyen, hogy fantasztikusan jó nyári időnk van. Hát volkos problémám bőven, Debrecen Night Ride defekt, utána két hétig bírta a belső, egy ilyen 2000 fontos belső, hát nem mondok rá semmit, nem szokott vele gond lenni, de valamiért a szelepnél állandóan, hát a nem tudom, nyomástól, vulkanizálási hiba miatt, vagy nem tudom mitől szétment, utána két napig bírta a belső, akkor cseréltünk egy jobbra egy Maxis
Freeride belső van most benne, ami dupla annyiba kerül, viszont nagyon vastag. Safavirobb, és kapott egy új első gumit is, egy Jackrabbit gumit. Átsót azt is ki fogjuk cserélni, mert az kopottabb, de most az elsőre koncentráltam. 3 hét, 3 új belső, fantasztikus! Le kellett volna mérni, hogy hány kilométer hosszú, illetve mekkora, hány méter ez a új szakasz, de megint elfelejtettem, úgyhogy majd legközelebb lemérem. De ilyen 6-8 kilométer körül lehet Bodrog keresztúrig. Jövőre meg elvileg májusban, akkor Tiszató, valamikor májusban, kicsikét korábban, egy nap vagy két nap lesz, az mindegy. Két nap annyiban jobb, hogy másnap lehet akár ökocentrumba élménytúrázni, hajótúrázni. Na, azt mindenkinek ajánlom, egy ilyen 45-50 perces hajókázás a Tiszatavon. Nagyon szép, hozzáértők a kollégák, többé benne vannak a szakmában. Nagyon jó szerintem ott körülnézni a Tiszatón, motorcsónakkal. Jövőre valószínűleg májusban megyünk, vagy megyek, aki jön, aki nem, az nem. Utána június, elvileg 15-16, Balaton kiskör. Én két naposra tervezem, szállás már megvan, elég hamar lefoglaltam. Úgyhogy aki akar jönni, akkor az, hát korán reggel megyünk elvileg 5-52-es express vonattal. 11-re ott vagyunk, utána irány Tihanynál átkomporunk. Utána irány Balatonfűszfő, ott a szállás, onnan vissza másnap Siófokra, és akkor go haza elvileg. Nagy kör az nem tudom, úgy látom sokan mennek, de azért egy nap alatt letekerni mondjuk 200 kilométert inkább nem. Inkább nem, az eléggé fárasztó, megterhelő szerintem. Haladjunk az ilyen napi 70-80, maximum ilyen 100 kilométereknél elég annyi bőven. Tehát Balaton nagy kör is kb. Az 3 napra kellene kalkulálni. Illetve hát júliusban Velencei tókör, augusztusban hosszú hétvégén, még nem tudom, Balaton nagykör innen a Tirpákiából nagy vállalás lenne, úgyhogy egyébként nem tudom, társaság kell hozzá. Ahogy látom, megint műtenek valamit azon a helyen. Jó régóta csinálják. Már megint. Úgyhogy... Már megint nem tudunk körbe menni rendesen, mert le van zárva. 2 hete körülbelül. Fantasztikus. Fantasztikus! Úgyhogy kb. 3 hete ugyanaz a szituáció, le van zárva itt, a vizesek valamit csinálnak. Borzasztó! Legalább belül megnyitnák egy kis sávon, annyi ész nincsen. Meg kell zárni az egész kerékpáros utat. Úgyhogy már megint nem lesz kész a videó teljesen. Nem baj, hívjunk még egyszer vagy valamikor.
Hát ennyi lett volna akkor az új szakasz. Megint belefutottam a felújításba, javításba. Ez van, ez kell szeretni sajnos. Na mindegy. Itt van a pihenőhely. Egy kis 10 órai, egy kis innivaló. Csak irányt arccal Bányató, illetve a hegy körül. További szép napot mindenkinek. Jó bringázást, kellemes időtöltést Tokajba. Aki jön, az jöjjön. Tokaj Utcazene Fesztiválban 3 napig, azaz még ma meg holnap. Úgyhogy további szép napot nektek. Sziasztok!